a munkáimat, amikor elkészítem, egy nagyon-nagyon pontos tervezés előzi meg. Szóval tervezhetném úgy is, hogy nagyon csak érzéssel húzom a vonalakat, viszont ez nem így van. Tehát én irányítom, igyekszem irányítani a nézőknek a tekintetét a vonalak által. Tehát amikor mondjuk ezek a munkák is elkészültek, akkor előtte pontosan ezeket az irányokat megtervezzem, hogy honnan induljon el mondjuk ha egy tekintet, és az elemek azok hogyan adják át egymásnak a stafétát, és hogyan haladnak végig ugye a szemünk által a geometrikus történetek. Mert bármelyik irányból elkezdjük a megfigyelését, akkor azt vesszük észre, hogy valamiért elindul erre a figyelem, utána átadják szó szerint egymásnak, és igazából ezek nagyon tudatosan vannak létrehozva, ezek a minták. A geometrikus formák ugyanúgy, mintha mondjuk értelmezhető formákat látunk, tudnak érzelmeket ébreszteni, mert mondjuk, hogyha megnézzük az alábbi munkákat, akkor láthatjuk, hogy attól függően, hogy melyiket nézzük, hogy milyen a színvilága, hogy meleg, hideg, vagy az, hogy egy-egy színbe beleteszünk egy sokkal aktívabb, élénkebb színt, ugye az már ad egy ilyen plusz töltetet, vagy egy picit felrázza az embernek a figyelmét, a tekintetét, a szemét. Szerintem ez hasonlóan működik, mint hogyha megnézzünk egy sportcipőt, ami ugyanúgy tud érzelmet kiváltani, mint hogyha mondjuk megnézzünk egy sima fehér tárgyat. Tehát, hogy a színek és a ritmusok, ezek a konstrukciók pont azért jönnek létre, ugye az orosz konstruktivizmus is erre épül, hogy csak kompozícióval is képesek vagyunk érzelmeket kelteni, ébreszteni. Ezek lehetnek nyugodt érzelmek, lehetnek ugyanúgy aktív érzelmek, mint mondjuk a figurális munkák szintén, csak nyilván az egy sokkal elbeszélőbb műfaj, itt tényleg inkább az érzékszerveinkre hat, és az érzékszerveinket megmozgatva hozza létre ezeket az érzéseket. Amikor elkezdtem már diákként is alkotni, akkor is azok voltak rám a jellemzőek, hogy a nem figuratív irányokban kezdtem el gondolkodni. Ennek az volt az oka, hogy amikor figurálisan szoktunk dolgozni, akkor már adunk egy arcot, már adunk egy érzelmet, már meghatározunk vele nagyon sok mindent. Viszont én nagyon szeretek a kompozíciókkal játszani, nagyon szeretek úgy gondolatokat ébreszteni, hogy ritmusokban gondolkodni, nagyon-nagyon szeretem az ismétlődő témákat, mint például, ha mondjuk utazunk a vonaton és látjuk, ahogy ritmusosan a fák elhaladnak, vagy az épületek elhaladnak mellettünk, vagy akár látunk egy gyönyörű szép mezőt, ahol mondjuk a bálák ott is inkább ilyen ritmusokat alkotnak, valahogy engem ezek fognak meg leginkább, és egy régi mesterem mesélte, hogy minden, amit a világban látunk, és valamiért megfogja a szemünket, azok a mi kis darabjaink, és azokat gyűjteni kell. És azoknak a daraboknak az egysége fogja kialakítani a végén azt, hogy mi milyen művészek leszünk. És én magamon ezt vettem észre, hogy ez a fajta leíró ritmusosság, ez nagyon jellemző rám. Én a művészeti szakgimnáziumban, akkor még szakközépiskola volt, ott grafikusként végeztem, de tovább tanulni már textiles irányba mentem, és érdekes, hogy a grafikáimra azt mondták, hogy nagyon textil hatásúak, a textilekre meg azt, hogy nagyon grafikus mintát követnek. A háromszögeknek a használata és ezeknek az intenzív színeknek a használata, én úgy érzem, hogy ezek saját merítések, tehát nincs előttem olyan kép, aki mondjuk hatással lett volna rám. Viszont valóban az, hogy ezek ilyen plexitekre készültek, van egy ilyen üvegesség mögötte, még jobban szerettem volna hangsúlyozni azt, hogy ezek a foltok, ezek önmagában léteznek. Ugyanis a grafikában ugye tanítjuk is a diákoknak, hogy maga a fehér folt is egy kompozíciós elem, és ezt a fehér foltot szerettem volna kiiktatni azáltal, hogy ezek átlátszó üvegekre, plexitekre készülnek, és így tényleg csak a formáknak a dinamikája az, ami beszél hozzánk, mert a fehér az már leülteti őket egy picit. Itt viszont van egy mozgalmasság, játékosság azáltal, hogy akár egy plusz árnyékot vetnek, és érezzük azt, hogy ők külön élnek, és nem valamihez
hozzá tapadva tudnak létezni. A tervezések minden esetben először papíron történnek. Tehát leülök, valamikor egy egész jegyzettömböt végig tervezek, mire leülök a konkrét számítógéppel való végleges megtervezésig. Ugye ezeknél a munkáknál is minden méret ki volt számolva. Tehát a fémeknek is, hogy miből, mennyit kell beszerezni, hogy kell levágni, milyen szögbe, hogy álljanak. Tehát ezeket már számítógéppel tervezem meg, viszont előtte minden egyes darabot papíron alkotok. És utána a színeknek a variációit is először csak mondjuk filctollakkal kezdem el, majd számítógéppel ezeket digitalizálom. Nem feltétlenül azért, hogy nyomtatásra kerüljenek, bár van olyan munkám is, ahol ugye a számítógépes grafikákat készítek, ilyen printeket, ott mondjuk a papíron megtervezett témákat máshogy dolgozom fel. De például ezeknél a sorozatoknál, amit mondjuk az intenzív kiállításon lehetett látni, itt egy az egy méretarányban, tehát ilyen tervrajzok is készülnek, mielőtt ugye megkezdődik az anyagoknak a megvásárlása, levágása. Az én alkotói életemben egyaránt megjelenik az, hogy mondjuk saját koncepción dolgozok, ami ugye sorozatokon keresztül tud létrejönni, illetve vannak olyan alkotások, amiből csak kifejezetten egy darab jön létre. Ezek főleg akkor, amikor van egy pályázati kiírás, például egy grafikai triennálé, biennálé, vagy egy rajzművészeti. Tehát nagyon-nagyon sokféle olyan megjelenés van, ahova mondjuk nem sorozatokkal jelentkezek, hanem kifejezetten a kiírt témára tervezek és alkotok. Nyilván itt is szelektálok, hogy mi az, ami hozzám közel áll és érdekel, és úgy pályázok. Míg mondjuk a sorozatoknál, ugye ott nem az a cél, hogy egy műalkotás készüljön, hanem van egy anyagi, egy technikai gondolatiság, aminek szeretném a határait megtalálni. Na most ahhoz, hogy ezeket a határokat megtaláljuk, nagyon sokszor szükség van arra, hogy sorozatokat készítsünk, mert nyilván a sorozaton belül is vannak kedvencek, de lehet az pont a 15. darab lesz, amire azt mondom, hogy igen, itt ért be az, amiket eddig terveztem és igyekeztem kialakítani. Grafikusként nagyon örülök neki, amikor kapok egy ilyen felkérést, főleg, hogyha egy ilyen szabadságot is szerzek vele. Ugye néhány évvel ezelőtt Béres Tamással együtt készítettük el a zöldséges könyvet, ami Béres Tamásnak volt az ötlete, és ő keresett fel ezzel kapcsolatban, hogy illusztrációkat készítsek. Na most ezeknél az illusztrációknál kifejezetten az volt a cél, hogy a saját alkotói tervezésem jelenjen meg benne, szóval nem kellett teljes mértékben alárendelni a képi világot a novelláknak az elképzelt világához. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy lehetőség volt, és sikeresen tudtam benne működni. Eleinte a Tamás úgy gondolta, hogy ezek ilyen akvarell festmények lesznek, majd amikor elkészítettem az első terveket, és látta, hogy ez egy sokkal újabb, másabb, modernebb gondolkodásmód, mint amit ő elképzelt. Ennek ellenére nagyon megtetszett neki, és onnantól kezdve már nem is kellett nagyon az illusztrációkról beszélni, hanem el tudta küldeni, ahogy megírt mondjuk 3-4 novellát, és én azok alapján terveztem. És így nagyon szépen a két műalkotás, mert én mind a kettőt annak éreztem, így együtt, így kéz a kézben tudott fejlődni a könyvnek a végéig. Az elkészült munkáim alapján, ha ki kellene emelnem egy munkát, akkor én mindenképp a Súlyozott átlag című munkámat emelném ki. Több szempontból. Nagyon szépen összefoglalja egyébként azt a gondolkodásmódot, amiket egyébként a többi munkámba is beleteszek. Tehát mondhatnám azt, hogy egy kicsit aranyázzita arcpoétikája az az egy munka, hiszen megjelenik benne a ritmusosság, megjelennek benne ugyanazok a geometrikus minták, amiket szoktam használni. Megjelenik benne az a fajta aszimmetria, ami nekem ugye a tervezési
szokásaimat szokta irányítani, és mindazonáltal, mint elem, benne van az, hogy súly. Na most nálam a sport az egy néhány éve az életmódommá is vált, így alkotóként sem tudom, illetve nem is lenne hiteles elkerülnöm, így emiatt is gondolom azt, hogy nekem talán ez az a munka az, ami nagyon szépen összefoglalná a jelenlegi Aranyász Zitát, hogy eddig miket is csináltam. Ezt a portfóliót a férjemnek készítettem, ő válogatott súlyemelő, élsportoló volt, és igazából vele is versenyek folyamán ismerkedtünk meg, és igazából neki is a súlyemelés az már egy életmód, és ezt próbáljuk átadni egyébként a gyermekeinknek is. Ugye a kisfiam is 8 éves, ő is már most elkezdett versenyezni, nyilván nekik még nem ilyen nagy terhelésekkel. Úgy gondolom, hogy a súlyemelés azért jelent meg az életemben, mert amikor a kisfiam megszületett, és én őt egyedül neveltem, akkor éreztem azt, hogy szükségem van valami plusz erőre. Nem tudatosan kezdtem el ezzel foglalkozni, viszont egy nagyon jó terápia volt számomra, ugyanis egy nagyon-nagyon technikás sport. Ugye attól függetlenül, hogy egy teherbírásról és erőről van szó, mégsem kifejezetten egy tömegnövelő, erőnövelő sport, hanem a technika az, ami meg tudja nekünk azt adni, hogy minél nagyobb súlyokra tudjunk járni. Na most ez arra is tud nekem egy ilyen asszociációs vonalat mutatni, hogy nekem is az életemben nagyon sok mindennél a teherbírás az egy fontos szempont volt, és valószínűleg megtaláltam ebben a sportban azt, ami nekem igazán erőt tudott adni ahhoz, hogy át tudjam az életemet lendíteni bizonyos holdpontokon, mert ugye a súlyemelésben is nagyon sok ilyen holdponton kell keresztül lendülni, nagyon sok olyan pillanat van, aminél azt hiszük, hogy élethalál kérdése, de közben nem. Tehát mindig kiderül a végén, hogy ha nem sikerül, az is egy tanulság, és majd a következő az fog sikerülni, és nekem erre nagyon nagy szükségem volt szerintem lelkileg ebben az időszakban. Ezek a súlyemelésben áttélt pillanatok nagyon jelentősen megjelennek az akkori alkotásaimban is, amikor a fő téma pont ez a teherbírás volt nagyon sok munkánál. Például az elkészült tensegrity modellek, ami szintén a sportban találkoztam vele, hogy itt is ilyen gumiszalagokkal vannak a botok úgy összeállítva, hogyha csak egyetlen egy gumiszalag elmozdulna, akkor mint egy nyíl össze-vissza kilőnének a botok. Tehát hogy egyensúly tudjon kialakulni, ahhoz mindennek össze kell szépen állnia, és mindennek ugye egyben kell működnie. És nekem valahogy a súlyemelés szerintem ezt tudta megadni.